Pár nap és ismét becsengetnek az iskolákba. Hamarosan újra gyerekzsivajtól lesznek hangosak az intézmények, azonban a tantestületekben a nyári vakáció alatt sem állt meg az élet. A pedagógusok már javába készülnek az új tanévre. Ennek kapcsán látogatást tettünk a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvodába, ahol Földváriné és Simon Ilona Annát, az intézmény vezetőjét kérdeztük a téma kapcsán. Igazgatóasszony elmondta, hogy az általuk szervezett nyári táborok is nagyon sikeresek voltak. Az iskolában 12 tábort terveztünk, és mind a 12 tábor nagyon eredményesen le is zajlott. Nagyon eredményes volt a Bringa Balaton táborunk, aztán az országos vándortábort szeretném kiemelni. Voltak a harmadikosak fent a Zemplénben, szintén egyhetes táborban, erdei táborban. Aztán meg kell említeném a napközis Erzsébet programokat. Minden évfolyamon sikerült megszervezni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon gazdag volt a kínálat. Igazgatóasszony hozzátette, hogy az iskolában a nyári szünetben sem állt meg a munka, sőt a tanév közelettével egyre több a teendő az intézményben. Készítjük a kollégákkal a tantárgyfelosztást, készítjük az órarendet, hamarosan töltjük fel a krétanaplóban, hogy mire a pedagógusok 21-én megérkeznek, akkor a kezükbe tudjuk adni a órarendet, illetve hát annak az alapját, a tantárgyfelosztást. Hát így készülünk, nyilván várjuk a pedagógusokat, várjuk a gyerekeket. Készülőben van az iskolai munkatervünk is, és ahogy összeállítottuk a vázlatát, azt kell elmondani, hogy a következő tanítási évben 67 program szerepel a munkatervünknek a kivonatában. Földváriné és Simon Ilona hozzátette, nagyon figyelnek arra, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el a szabad idejüket. A következő tanév programjai között a munkaközösségi alkalmak, a diák önkormányzatnak a programja és természetesen az osztályprogramok is helyet kaptak. Az induló tanévhez használatos tankönyvek is megérkeztek az iskolába, melyekhez minden diák ingyenesen juthat majd hozzá. Foglalkozunk a tankönyvek csoportosításával, évfolyamonként történő szétrakásával, és augusztus utolsó hetében, augusztus 28-án, 29-én és 30-án jöhetnek a szülők a gyerekekkel együtt, és vehetik át az új tankönyveket, mert mindenkinek új tankönyvet fogunk átadni ingyenesen, amit a kormány ugye ingyen biztosít a szülők, illetve a gyerekek számára. További jó hírek még az intézményből, hogy több beruházás, fejlesztés is zajlik mind az iskola, mind az óvoda életében. Erről is kérdeztük igazgatóasszonyt. Először a Talentum óvodával szeretném kezdeni, ott egy nagyobb bővítést hajtunk végre. Kialakítás alatt van a 6. csoportszoba, és ehhez kellett hozzáépíteni egy 15 négyzetméteres vizes blokkot, valamint az öltözőt. És mivel magas a létszám az óvodában, hál' Istennek, ezért a konyhát is bővíteni kell. Az óvodában is folytatódik az a napelem program, amit elkezdtünk itt az iskolában, és így örömmel mondhatom, hogy most már mind a 4 telephelyünkön, tehát az óvodában és az iskola 3 telephelyén is a napelem rendszert ki tudtuk építeni. Most fejeződik be szintén az óvodában. A tisztasági meszelések mellett, ami hát minden évben egy adott dolog, elvégeztük a fertőtlenítést szintén a telephelyeken. A Calvin 2-es épületben lent a folyosón egybe nyitjuk a hátsó folyosóri árkádi részt a tavaly átadott új épület szárnyal.
ennek is folynak a munkálatai, valamint jó néhány tanteremben laminált parkettát sikerült letenni, és minden telephelyen új függönyöket varratunk, készítettünk, sötétítőkkel együtt. Hamarosan tehát ismét benépesül az iskola, az intézmény vezetői pedig odafigyelnek arra, hogy egy nagyon kellemes, tiszta, fertőtlenített, virágos, szép környezetben tudják majd fogadni a gyerekeket tanévkezdéskor.